Köszöntjük a kedves vendégeket, megkülönböztetett szeretettel a orgonaművészünket, illetve plébániai kormányzó urat. Egy rövid imádsággal a helyünkön maradva kezdjük el a mai estét. Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy egy ilyen tikkasztó nap végén igazi fényben, a te lelked jelenlétében részesedhetünk, hiszen igéddel közelítesz hozzánk, és köszönjük, hogy a zene hangjain segítesz elmélyülni azokban a gondolatokban, amelyeket hiszünk, hogy tőled kaphatunk. Könyörögve kérünk, legyél itt közöttünk, és add, hogy a te közösséged jól lehessen. Amen. Jó estét kívánok mindenkinek, aki eljött a mai estén. Ma van a második napja, a 15. Sziget hangja ökumenikus művészeti hétnek. Ma este Rostetter Szilveszter orgona koncertjét hallgatjuk. Szíves figyelmükbe ajánlom, és előtte egy kis áhítatot tartunk meg, kérem Erdős Attila plébános. Köszönöm. És szeretettel köszöntök mindenkit. A másik törvénykönyvből szeretnék egy részletet felolvasni. Vigyázzatok tehát, és tegyétek meg, amit az Úristen parancsol nektek, ne térjetek se jobbra, se balra, hanem azon az úton járjatok, amelyet az Úr a ti Istenetek parancsolt, hogy élhessetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig maradhassatok birtokotok földjén. Kedves testvérek, kedves koncertlátogatók! A mai koncert harmadik darabjáról szeretnék egy pár gondolatot fűzni, gondolom majd beszélnek róla egy pár szót. Én magát a gondolatot szeretném. Ugye az Ószövetség az emberiség gyermekkora. A gyermekek pedig olyanok, hogy az újszülöttnek borzasztóan fontosak a szabályok, szigorú napirend. Persze pontosan akkor történik szoktatás, alvás, tisztába tétel, mert ha egyszer nem úgy van, akkor felborul az egész élet ritmusa, és ott akár még betegség is lehet belőle. Aztán 2 éves korban az egész hirtelen átcsap a nem korszakba, amikor minden nemet mond, így próbálgatja a saját autonómiája határait. Aztán a kisiskolás ismét rendkívül szabálykövető lesz, sőt, ő maga is alkot szabályokat, szigorúan megköveteli a társadalmat, de még a felnőttektől is. Míg nem, kamaszkorban megint jön a lázadás, néha már egész súlyos következményekkel, elmaradnak a templomból, felelőtlenek, szexuális életet, kipróbálják a drogokat, nehogy Isten, némelyik sajnos bűnöző életmódot is ebben a kamaszkorban megy el. Aztán a kisebb-nagyobb kilengések után fiatal felnőtt korban, amikor már megállapodik, hogy úgy mondjam, bennül a feje lágya, akkor ismét rájön arra, hogy jók azok a szabályok. Hiszen ezek biztonságot adnak neki, hogy reggel fel kell kenni, el kell menni dolgozni, tudja, hogy ha dolgozik, azért fizetés kap, akkor fent tudja tartani a családját, tudja, hogy meg kell házasodni, hogy jó a család, illetve a kötöttségeit vállalni, és így tovább, nem sokára már ő fogja próbálni magyarázni a saját gyerekének azt, hogy fiam, hát miért nem tartod be a szabályokat, neked is jobb lenne. Az Ószövetség gyerekeknek, az emberiségnek a gyerekkora, az Isten valóban egy kicsit gyerekként kezelte az embereket, amikor a 10 parancsolatot adta neki. És azt mondja, hogy ez az Ószövetségnek is a lényege, hogyha megtartjátok a parancsokat, akkor én bevezetlek benneteket a teljes kézzel fúj országba, kiírtam előttetek, mint a pogány népeket, megteremtem számotokra az életet, és boldogan élettek. De azért van egy kicsit más értelme, vagy egy célja is a szabályoknak, meg a parancsoknak, és megint egy részletet olvasnék a második törvénykönyvből. Vajon melyik az a másik ilyen dicső nemzet, amelynek olyan szertartása és olyan igazságos rendeletei lennének, mint ez az egész törvény, amelyet én ma a szemetek elé tárom. Tartsátok meg tehát őket, és azok szerint cselekedjetek, mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmességetek bizonysága népek előtt, amikor meghallják mindezeket a parancsokat. Mert
Amikor az ember szervez egy tábort, én húsulunk túl a hittanos táboron, akár csak saját nyaralását megszervezi, nem mindegy, hogy azt hogyan teszi. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha minden le van szervezve, és hogyha a gyerekek nem vesznek észre semmit abból, ami a háttér munka volt, mert mindenre gondolt és minden elő van készítve. Míg hogyha összebiztonság van, akkor bizony az egész nem olyan kényelmes, sőt, még akár veszélyes is lehet. Amikor az Úr bevezette Izrael népét Kánaán földjére, akkor ő szervezte meg nekik ezt az utazást és az ott tartózkodást sajátos szabályokkal, és ezzel nagyon bölcsen bizonyult, de a nép is, hogy ezekre a szabályokra, a törvényekre maradhatott. A többi nép előtt, amelyeknek nem voltak ilyen törvényei, pedig megbicsültek, és valóban felnéztek el a népre, és az Istenére, amely ilyen csodálatos parancsokat és törvényeket adott neki. Persze azért azt tudjuk, hogy a tíz parancsolatot a Jóisten beleoltotta az embernek a lelkébe, ez a természettörvény, és igazából minden kultúrában erre tanítják a gyerekeket a szüleik. Sőt, nem is kell feltétlenül tíz parancsolatnak nevezni, a kereszténységben sem. Jézus beszél róla, kétszer is idéző evangéliumban, de az erkölcsisége alapjának, a kereszténység erkölcsiségének az alapjának mégsem a tíz parancsolatot teszi, hanem a nyolc boldogságot. De ugyanaz van benne. Csak jobban hangzik. És így, hogyha az ember tud érte lelkesedni, akkor, és nem azt nézi, hogy most itt vannak betartandó törvények meg szabályok, akkor sokkal könnyebb ezt megtenni. És hogyha arra gondolunk, hogy végülis erre neveltek bennünket, még amikor nem a tíz parancsolatnak nevezték szüleink is, meg ez a természetes egymás mellett élésnek a szabálya, akkor egyáltalán nem nehéz tíz parancsolatra hallgatni. Adja Isten, hogy ma este a szorgona zene is megnyissa a szívünket a Jóistenre, az ő gondoskodó szeretetére, és a tíz parancsolatnak, bár nyilván fontos tudnunk a parancsokat népbeli sorrendben, valaki esetleg kérdezni, ne ez legyen az erkölcsiségünkben a legfontosabb, hanem annak a szelleme, tudjuk egészen rábízni magunkat a Jóistenre, hiszen ő jobban tudja, hogy mire van nekünk szükségünk, hagyjuk, hogy ő alakítsa szabályok által a mi életünk. Jó estét kívánok! A mai esténknek a címe az az, hogy mindenki, aki van. Remélem mindenkinél van ilyen részletes műsort tartalmazó kis papír. Ha nincs mindenkinél, akkor esetleg ott kint az asztalon található. Érdemes értemenni, mert külön minden darabról nem lesz szó. A Bach család, azt érdekes módon nem mindenki tudja, hogy nem csak Johann Sebastian Bach létezik, hanem az egy kiterjedt muzsikus família, összesen, bármilyen furcsa, 67 zenész Bachot tart számon az irodalom. Ebben nem számítja azokat a Bach lányokat, akik énekesnőként foglalkoznak, ezeket a hangszeres zenészként, orgonistaként, regedüsként, akik valamilyen zenét is szereztek. Természetesen nem maradt mindenkitől fönt darab, de akik ezen a listán találhatók, őtőlük orgonadarab maradt fenn. Sokkal több Bach, 40-en fölöttiek azoknak a Bachoknak a száma, akitől valamilyen kompozíció maradt fönn. Nem orgonára. 10 azoknak a száma, Bachal együtt 11, akiknek orgonára írott darabjuk maradt föl. Én azt hiszem egyébként, Bach akkora óriása az egész zenetörténetnek, hogy nélküle az orgona irodalom az nem hogy szegényesebb lenne, lényegesen szegényesebb lenne, hanem a zenetörténet perifériájára sodort objektum.
miként tartanám számon. Bach munkássága nélkül a romantikus orgonairodalom létre sem jött volna. Tehát már egy nagy kor kiesik, és így aztán természetes, hogy az ő családját különleges figyelem övezi. Ha végignézzük a műsoron, akkor látjuk, kétféleképpen lehetne ezt osztályozni. A Bachnál idősebb korosztályok mindenhol otthon, hogy kicsodája Bachnak. Heinrich Bach, aki Bach nagyapjának volt a testvére, ő a legrégebbi ezek közül. Aztán a Bachnál fiatalabbak. Bach 1685-ben született, tehát aki később született ennek a tanúsága szerint, az már a későbbi generáció. Egy másik osztás szerint lehet úgy osztalunk, azt hiszem, hogy ezt fogjuk megtenni mi a magunk részéről, hogy azt, aki Bachnak a fölmenői között van, fölmenők oldalági ágon, vagy azoknak a leszármazottai, illetve a saját fiai. Az utolsó négy itt a saját fiai. Azt hiszem, hogy ez az utolsó módszert fogom választani, tehát tulajdonképpen egyben az első hat kompozíció az egyben fog elhangzani, egyik a másik után természetesen fölismerhetően szünetekkel nyilvánvalóan. Azok a kompozíciók általában, ha leegyszerűsítem a történeti rendjüket, vagy a formavilágukat, három nagy egység létezik. Az egyikbe tartoznak az úgynevezett korál előjátékok. A korál előjáték az azt jelenti, hogy a gyülekezet énekét megelőző, abba bevezető muzsika, ami tartalmazza azt a dallamot, amit a nép énekelni fog, utána egy hangulati rávezetés. Egy ilyen korál előjáték éppen Johann Michael Bachnak, aki pedig Bach dédapjának unokája, másik ágban tetszik, nagyapja testvérének a fia. Johann Michael Bachnak éppen a tíz parancsolatról, hogy ez a Szent Tíz Parancsolat című korál előjátéka, amiről itten, amivel kapcsolatban hallottunk elmélkedést. A másik nagy egység az úgynevezett preludium, vagy tokkáta, vagy fantázia, ami függetlenül attól, hogy ki van írva, hogy preludium és fuga, vagy csak az, hogy preludium, mindig tartalmaz valamilyen fuga részt is. Ez igazából bevonuló vagy kivonuló zene a Isten tisztelet elején, illetve a végén. Ehhez annyit hozzá kell tenni, hogy a 18. században az Isten tisztelet az egy hosszú, hosszadalmas istenimádás volt. Elkezdődött délelőtt 9, reggel 9 órakor és tartott 12 óráig. Három részből állt, az első rész az ige liturgiája, ebben az olvasmányok szerepeltek a zsoltárokkal és a bevezető részekkel. Itt is természetesen korál előjátékok és az a bizonyos bevonuló zene szerepelt. Második rész volt a tanító rész, a prédikáció. Ez abban az időben nem csak és kizárólag teológiai tartalmat jelentett, hordozott, hanem a falu mindennapi életével kapcsolatos problémákat is felvetette. És a harmadik rész volt tulajdonképpen az áldozati rész, ahol a úrvacsora volt, és ebben szerepeltek aztán a különböző kantáták, és itt is a kivonulásra pedig a motetták, és a kivonulásra pedig a röldőjös fuga. Illetve a harmadik fajta műfaj, ami valamilyen variáció. Vagy sakonnak hívják, ami egy basszus dallamnak a variáció, vagy partitának, ami pedig egy szobrában lévő témának a variáció. Így akkor, hát Bach, tetszenek látni, Bach nagyapjának testvére, aztán ő neki a fiai, aztán nagyapja másik testvérének a fia, akinek darabjai lesznek itt. Tehát itt a rokonsági fokot is lehet nyomon követni a este folyamán.
Thank you.
Ez utóbbi, Lorenz Bach, őtőle mindössze egyetlen kompozíció maradt fönn, értelemszerűen az imént elhangzott fuga. Johann Sebastian Bachnak népes volt a családja, itt ebből kiderült, hogy már ebből a papírból is kiderült, hogy első felesége, az tulajdonképp másodfokú unokatestvére volt, akit hát abban az időben ez minden további nélkül szabad volt elvennie feleségül, nem tartozott közeli vérrokonosság körében ugyanis, mert másodfokban már nagyon kicsi a genetikai osztószám. És ebből a házasságból 7 gyerek született. A második házasságából, amit egy énekesnővel kötött, előző feleségének halála után, abból pedig 13. A életben maradt közel a fele nem érte meg a felnőttkort, és összesen 7 olyan gyereke volt Bachnak, akinek valami köze volt a zenének. Volt 2 lánya, aki énekesnő volt, és volt 5, aki zeneszerzőként is funkcionál, ebből 4-et ismerünk, és meghatározója a rokokó legklasszikus stílusnak. Az 5. az 21 éves korában trombitásként Svédországban meghalt. A 4 fiú egy-egy rövid darab következik. Az első és második gyermeke Bachnak, Wilhelm Friedemann Bach és Carl Philipp Emanuel Bach. Az első az már a barokk formákat fölbontotta, teljesen átalakult, egy újfajta hangzásvilágot alakít ki, már a korán előjátékaiban is. Carl Philipp Emanuel Bach pedig az, akinek egyébként elsősorban vonós négyeseire és zongora szonátáira Haydn volt, illetve Haydn tanult tőle rengeteget. Szinte, ha lejesszük a születési évszámokat, akkor egy generációval arrébb valók, Bachnak utolsó fiai, Johann Christoph Friedrich Bach, aki második házasságából származik Bachnak természetesen, 20 évvel később születik, mint első fia Bachnak. Tehát ez egy emberöltönyi különbség már, és tulajdonképpen ennyiben érezhető is, hogy más stílusban komponálnak már ők, illetve Johann Christian Bach, aki pedig legkisebb Bach gyermek, aki Londonban a londoni zenét újította meg, tulajdonképpen Handel halála után folytatta és megújította a hagyományt. Erről a listáról azonban hiányzik egy név. Azt hiszem, melyik név hiányozhat majd erről a listáról? Johann Sebastian Bach neve, igen. Nem tettem fel a listára, de hát úgy nem lehet befejezni egy Bach koncertet, hogy nem Johann Sebastian Bach műve. Nem mondom meg, hogy mit hallunk, lehet kinyermát játszani, lehet kitalálni, hogy mi az, amit fogunk hallani. És aki nem ismeri fel, az ajándékot kap. Thank you.
Thank you.
Köszönjük szépen Szilveszternek a mai estet. Egy pár szót szeretnék szólni még a hét többi eseményéről. Szerdán este a baptista imaházban lesz virtuózok est, ifjabb Kuporka Jenő Nagybőgő és Gembela Gergely gitáreste. Ők a televíziós tehetségkutató műsorban tűntek fel, ők tulajdonképpen a tágabb lakóhelyünkön laknak, itt laknak a Dunakanyarban. Sok szeretettel várunk, az is este 7 órakor kezdődik. Csütörtökön este nyári fuvollatok. Fuvola est lesz Fehérvári Ágnes és Zongorán kíséri Rostetter Szilveszter. Reméljük, hogy a nyáresti fuvollatok meghozzák majd a könnyű fuvollatokat is ebben a nagy melegben. És péntek este itt a református templomban lesz a Sziget hangja, ökumenikus művészeti hét záró hangversenye. Ezen a hangversenyen az egész héten délelőttönként tanult darabokat fogja a kórus előadni. Sok szeretettel várunk mindenkit. Az esti zenés áhítatok ingyenesek. Támogatásokat elfogadunk és szívesen veszünk. Ennek a hétnek az adományait a kárpátaljai mezővári település lakosainak a támogatására szánjuk. A torony alatti kijáratnál helyeztünk el egy kosarat, oda lehet elhelyezni, amit erre a célra szánnak. Nagyon szépen köszönjük szépen a ma esti megjelenésüket, és holnap este.